Köszöntöm Önöket a Szombathelyi Televízió kulturális magazinjában, a Műhelyben. Hamarosan közelednek az ünnepek, mindannyian várjuk a pihenés, feltöltődést, a közös pillanatokat a családdal. A Szombathelyi Piac december 9-én nagy mézvásárral vár kicsiket és nagyokat egyaránt. Erről is fogok beszélgetni Polákovics Mariettával, a Szombathelyi Piac vezetőjével. S hogy a felnőtteknek is kedvezzünk, december 11-én könyvbemutatóra invitáljuk Önöket az Agora Művelődési és Sportházba. Tóriai Walter, régi fotográfiáim címmel. A művészt nem csak a fényképek érdeklik, hanem a hozzájuk kötődő történések, fontos vagy éppen apró gesztusok, mozzanatok. A fényképeken történelmi, társadalmi kontextusban megismerhetjük az adott korokban élők életstílusát, gondolkodásmódját. A műsor második felében még mindig maradunk a könyvbemutatóknál. Szenkovics Péter újságíró a Jóisten tenyerén Töröcsik Mari című 2016-ban megjelent könyvének harmadik bővített kiadásáról is beszámolunk. Végül néhány hete volt nálam Szárnyas János és Póca Zoltán, akkor még nem tudtuk, kik az idei Prima győztesek. Most ezt is megtudhatjuk tőlük. Azonnal kezdünk, tartsanak velünk! Köszöntöm a stúdióban Tóriai Walter festőművészt, művészettörténészt. Szervusz! Honnan jött az ötlet az album létrehozására? Hát körülbelül a 80-as évek végén kezdtem el én a régi világgal foglalkozni. Akkoriban kezdtem lejárni, mint festő a Szentmárton temetőbe, és valahogy én gyerekkoromban is fölmászkáltam a nagyapám padlására, régi pénzt, meg ilyeneket csencselni. Tehát engem valahol a régi dolgok mindig érdekeltek. A régi embernek a fénykép az arca, és a gramofon lemez a hangja. A gramofon lemezt is a 80-as évek végén kezdtem el gyűjteni, és a fotográfia is úgy becsatlakozott, és már azért egy elég tisztességes kis gyűjtemény jött össze. Mondhatnám azt, hogy országos szinten egy erősebb másodosztályú. Mert ugye az első osztályúak azok a pesti gyűjtők, akik hát azért nálam jobb anyagi lehetőségekkel rendelkeznek, de azért el lehet csipni ezt-azt. Milyen fotókat találhatunk a könyvben? Nagyon különbözőeket, de egy közös vonásuk van. Körülbelül 1860-tól 1920-ig egy-kettő van csak túl ezen az idősávon. Tehát az úgynevezett boldog békeidők, a háborút ezt igyekeztem kihagyni, mert azért az egy elég fájdalmas dolog, és én azt akartam, hogy ez egy vidám könyv legyen, amit az emberek szívesen visznek haza. Miért szeretted volna egy gyűjteménybe foglalni ezeket a képeket? Mi vele a célod? Nézd, hogyha én meghalok, vagy bármelyik gyűjtő meghal, én láttam, hogy mi van a gyűjteményekkel, akármilyen gyűjtemény az, szétesik rendszerint. Nagyon ritka az, hogy valahol együtt tartsák. Mivel hogy azért ebben a gyűjteményben van egy pár olyan kép, amit azért mindenképpen érdemes megmutatni az embereknek, és szerintem tanulságos és szórakoztató a mögöttük levő történeteknek az ismerete, én úgy gondoltam, hogy mindenképpen érdemes erről a kollekcióról azért egy könyvet megjelentetni, és abban reménykedem, hogy a többi gyűjtő is kedvet kap ahhoz, hogy ilyet csináljon. Kiemelnél néhányat a kedvencek közül, vagy amit fontosnak tartasz? Hát nézd, ugye itt van ez a könyv, nagyon szépen megtervezte a Szülőföld kiadó tervezője, nővérke Koltai János. Egyébként én ahány munkát láttam tőle, mind nagyon esztétikus és szép volt. Hát nézd, tulajdonképpen például mondok egyet neked, a Vatera nevezetű közismert internetes aukciós portálon hónapokig szomorkodott egy fénykép, amit végül én ismertem fel, szedtem le, és kiderült, hogy Szinyei Merse Pálnak egy privát fotográfiája barátaival, amit a fia, Szinyei Merse Félix készített, csak mivel nem tudták, hogy mi az, hogy Jernye, meg mi az, hogy Félix, meg nem ismerték Szinyeinek az arcát eléggé, nem jöttek rá, hogy kitábrázol. Ugyanilyen eset volt egy másik, szintén képzőművész érdekes módon, és ugyanebben az időből Gulácsi Lajosnak aláírt fotográfiája, aminek aztán később kerültek elő jobb minőségű, de nem szignált darabjai. Mit mondjak neked? Biztos hallottál Vecsera Máriáról, aki Sziszinek és Ferenc Józsefnek a fiával, Rudolf trónörököse lett öngyilkos. Nagyon érdekes, hogy
nekem a rokonokból van sok, a nagy emberek vagy érdekes emberek rokonaiból, ennek a bizonyos Vecsera Máriának az öccse gyerekkorából van meg nekem, három óriási kutyatársaságában, és ez egy arisztokrata, görög származású arisztokrata család volt. Ezen kívül, hát kit mondjak neked, Fedák Sárinak akkor egyik legnagyobb primadonnájának szignált fotográfiája, nagyon sok minden van, ám most, hogyha belelapoz az ember ebbe a könyvbe, akkor rengeteg, például Deák Ferenc keresztlánya. Vagy van egy egész vasmegyei szombathelyi szekció is. Itt is vannak jópofa dolgok. Mit jelentenek számodra ezek a fotók? Mit tükröznek vissza a számodra? Nézd, hogyha ránézek egy fotóra, most már nekem az nem jelent problémát, hogy melyik évtizedbe készült. Sokszor az sem, hogy annak melyik részén, mert ennek csalhatatlan jelei vannak. Fotográfia, technika, beállítások, ruhák, genői ruhák, azok gyorsan változnak. Nevek alapján sok mindent bele. Tulajdonképpen én mindig azt szoktam mondani, én a 19. század gyermeke vagyok. Tehát én itt valahogy idegenül mozgok ebbe a 21. században. Nekem zeneileg is, irodalomban is, mindenben az első világháború előtti világ felel meg. Gyökereim is egy kicsit inkább oda predesztinálnak, elvesztettünk a Trianon következtében jó pár udvarházat, szóval ezért. Hogy épül föl a könyv témakörét tekintve? Nézd, témakörét tekintve ez a könyv ez úgy épül fel, hogy először hát van egy nagyon minőségű elő meg utószó, ezek mind a kettő előre került, az egyik az Fogarasi Klára, kiváló etnográfus és fotográfia kutató. A másik az pedig kérlek szépen Farkas Zsuzsanna, aki maga tényleg egy olyan művészettörténész kollégám, aki rendszeresen publikál a fotótörténetbe és más lapokba, tehát ő direkt fotókutató. Nagyon előszeretettel kutatja például gyerekfotókat, ami nagyon ritka dolog. És hát amellett aztán jönnek először a családi fotográfiákból, szedtem össze egy szép csokorra, ez az egyetlen dolog, ami megmaradt nekünk. Utána jönnek a szombathelyi vasmegyei érdekességű fotók. Ezek között vannak különlegességek, például itt van azt mondja, Reiter Mayer József híres városi pénztárnoknak egy olyan leánya, aki Mariska volt, ha jól emlékszem, így van, Reiter Mayer Mariska, akiről azt se tudták, hogy létezett. Közben ott van a Szent Mártoni temetőbe, de szinte alig van róla említés. És hát legkülönbözőbb itt például szombathelyi kislányok beszélgetnek kedvesen valahol ott a Szent Márton utcában alig, hanem. Akár az is elképzelhető, hogy mi is felfedezhetjük valamelyik rokonunkat a képek láttán. Könnyen elképzelhető. Könnyen elképzelhető, hogyha valakinek vasmegyei kötődése van, az felfedezheti. Aztán ezután olyan jön, hogy különböző híres emberek, a legkülönbözőbbek, itt van Gubodi Mária például, Arany János feleségének a barátnője volt. Na itt van ez a bizonyos, ugye Vecsera, fiatal ember, aki ezt az első háborúban halt meg, de arra már az egész Vecsera család kipusztult. Mennyi időbe telt, mire ez a könyv összeállt? Mennyi kutatómunka, fényképek gyűjtése kellett hozzá? Tudod, amikor egy fotót találok, akkor rendszerint megpróbálom már az eladót megkérdezni arról, hogy mit tud róla. Ahogyha van valami ráírva, vagy felismerem az arcot, akkor már nyert ügyem van. Ha ezek nincsenek, akkor csak a véletlen szerencse segíthet, de akkor is sok mindent meg lehet tudni egy fényképről. Tehát más nem arról, hogy hogy élt az illető. Honnan még a technikából még arra is rá lehet jönni például, hogy van egy-két külföldi fotó, hogy ez a kép például Amerikába készült az 1860-as évekbeli polgárháború alatt. Mert ők csináltak először bádok fényképet, nagy mennyiségben úgynevezett ferrotípiát. Olyan is van itt. Úgyhogy van néhány színezett, azok főleg a végére kerültek, de van egy ilyen, akik albumban együtt vannak. Ez az arisztokrata úriember és egy nagyon csinos balerina. Ennyi, egy helyre rakták őket méghozzá az album közepére, hogy egymásra nézzenek. Ennek biztos, hogy oka volt.
Mekkora kihívást jelentett számodra a könyvnek az elkészítése? Nem, volt-e olyan, amikor a kutató munkát során, akár a fényképeknek a felfedezésénél, a személyek megkeresésénél akadályba ütköztél? Rengetegszer. Hát nagyon sok azonosítatlan személy van itt, de van itt egy olyan például, hogy a hódító szépek. Ugye Gulácsi Lajosnak van egy ilyen című képe, és onnan vettem, hogy hát ugye szép hölgyek, különböző korabeli évtizedekből. És hát kiderül, hogy a magyar hölgyek akkor is ugyanolyan szépek voltak, mint ma. Úgyhogy nagyon érdekes, mert divattörténeti szempontból is tanulságos, de elképesztő. Egyébként a régi embernek más volt a hangja, más volt az arca. Hogyha valaki megnézi, akkor rá fog erre jönni. Egy olyan fajta világot lehet ebből a könyvből megismerni, szórakozó jelleggel, ami mindenféle módon teljesen a múltba süllyedt már. Tehát habitusában, megnyilvánulásaiban teljesen eltűnt. Ezzel egy kicsit vissza is kívánod hozni a régi korok eltűnt személyiségeit? Én egy olyan könyvet szerettem volna csinálni, ami egyrészt kedvet ad az embereknek a fotográfia gyűjtéshez, kedvet ad ahhoz, hogy megismerjék a múltat, és egyben szórakoztató is. Tehát mindenképpen nagyon fontosnak tartottam, hogy ez ne valami száraz tudományos munka legyen, hogy is meg lehetett volna írni. Hogy hivatkozás hivatkozásának az alhivatkozása. Minek? Azt majd megírják a fotótörténészek, én művészettörténész vagyok, meg festő vagyok. Én passzióból gyűjtök régi fotográfiákat, de például rájön az ember, itt van egy felvétel, sok hölgy, egy öreg bácsi középen, rá van írva 1910. március 15. Ebből már tudjuk, hogy 48-as honvéd. Tehát a semmiből is lehet azért valamit csinálni. Azt tudjuk, hogy ez 48-as, azt is sejtjük körülbelül, hogy mondjuk inkább az Alföld, de ennél többet nem sikerül megtudni. De olyan is van például, hogy 48-as százados, közvetlenül kiegyezés 67 után lefotóztatta magát az unokájával, és erre nem jött rá senki. Nagyon érdekes fotók vannak, még aktrajzolás is van az akadémián. Tehát még ilyen képünk is van. Hát nagyon változatosan sikerült a könyv, lesz-e esetleg folytatása? Nem lehet kizárni. Elképzelhető, most egyelőre azon gondolkozunk a Szülőföld kiadóval, hogy felújítjuk egy régi bútorokról, vasmegyei asztalosokról szóló könyvemet, de mivel hogy ez a gyűjtemény gyakorlatilag, amióta ezt kioszták a nyomdából, ez kb. Egy hét, azóta is gyarapodott egy rakás szép fényképpel, elképzelhető. Hát szeretettel gratulálok még egyszer a könyvhöz, és mindenkit várunk a december 11-i könyvbemutatóra. Köszönöm szépen, és áldott karácsonyt kívánok. Bemutatták Szenkovics Péter újságíró a Jóisten tenyerén Töröcsik Mari című 2016-ban megjelent könyvének harmadik bővített kiadását pénteken a Szavária moziban, mely a művésznő 88. születésnapján november 23-án jelent meg. A nézők eddig ismeretlen Töröcsik Mari felvételeket láthattak, és levetítették a Szerelem című filmet, melyben a művésznő partnere Darvas Iván volt. Megtelt érdeklődőkkel a Szavária mozi Jávor Pál terme péntek délután. Horváth Soma alpolgármester jó szívvel ajánlotta a kötet harmadik bővített kiadását az olvasók figyelmébe. Egy olyan művészről beszélünk, aki nem csupán a magyar színház történet része, hanem egy ikon is, aki a szívünkbe és a lelkünkbe is beköltözött. Szauer Ágoston költő saját versével emlékezett Töröcsik Mari legendás filmjére, a Körhintára. Ma is így jön elő, szabadon lebegő, az a cop, az a száj, a kacaj, gyere száj, közelít a nagy ég. A szerző a könyv harmadik bővített kiadásában olyan emlékeket is felidéz, amelyek eddig még nem jelentek meg. Fontos számára, hogy életben tartsa a művésznő emlékezetét, kivételes egyéniségét. Szauer Ágoston egy gyönyörű Körhinta verset írt, Török Tibor, ő beillívja az írásaikat, adta Krizsán Zsuzsa is, és azt gondoltam, hogy közösen emlékezzünk rá, de nem csak, hogy emlékezzünk, ő mindig velünk marad. Míg film lesz, a világon, kultúra velünk marad. És mindig újra tudta kezdeni, mindig újra és újra. Úgyhogy ezt a példát szerettem volna sokunknak. Engem megerősített, de ez egy dolog, hogy engem. Én úgy gondolom, hogy át kell adnom a többieknek. Töröcsik Mari, egy példakép.
A nagy közönség előtt eddig ismeretlen videórészleteket is levetítettek az egybegyűlteknek a művésznőről, majd a Szerelem című film pergett a vászon, melyben Törőcsik Mari partnere Darvas Iván volt. Szeretettel köszöntöm a stúdióba Polákovics Mariettát, a Szombathelyi Piac vezetőjét. Sok szeretettel köszöntöm én is a nézőket. Mióta vezeted a piacot, és hogy kerültél erre a pozícióra, Marietta? Bő 3 éve kerültem a vásárcsarnokba. Szerettem volna mindenképpen a környezetudatosságot, egészségtudatosságot átvinni egy kicsit a piac szellemiségébe. Nagyon fontosnak tartom, hogy a helyi termelőket, az őstermelőket kicsit központibb szerepbe helyezzük. Mind a mellett, hogy a kereskedőket is természetesen támogatjuk, de azt vettem észre, hogy az emberek a napi bevásárlásaikat leginkább a kiskereskedelmi láncoknál, a multiknál töltik, tehát szerettem volna, hogyha egy kicsit hangsúlyosabb szerepet kap a vásárcsarnok és a piac, és a benne résztvevő árusok. Milyen célokat tűztél ki magad elé? A piac úgy gondolom, hogy egy város életében mindig egy központi szerepet kell, hogy betöltsön. Tehát egy városnak az agórája, a közösségi tere. És amellett, hogy az árusok, a kereskedők, termelők ott jelen vannak, és a portékáikat árusítják, amellett a vásárlóknak szeretnénk egy élményt is nyújtani, szeretnénk, hogyha egy pozitív élménnyel távoznának mindig a vásárlásaik során. Ez nem feltétlen kell, hogy minden egyes alkalommal egy program legyen, de azok a személyes kapcsolatok, amiket ezek az árusok, termelők hozzá tudnak tenni, azok az ötletek, azok a beszélgetések is megszínesíthetik az embereknek a mindennapjait ebben a rohanó világban, amikor mindenki csak befut, ugye legközelebbi parkolóhelyet keresi az ajtónál, befut, elintézi a bevásárlásait, de az a jó szó, az a mosoly, amit itt a piacon még hozzá tudunk rakni a termékhez, az szerintem nagyon fontos. A vezetésed alatt rengeteg közösségi élmény volt már a piacon. Milyen programokat, élményeket, kiállításokat, családi gyermekrendezvényeket szerveztetek idén? Előző években inkább a piac történeti kiállítás, ízek, színek, illatok, minden, ami a múlttal volt kapcsolatos, az került előtérben, aztán ugye az ételkészítési bemutatókra helyeztük a hangsúlyt, majd tavalyi évben minden hónapban valamilyen terméktematikával jöttünk elő. Az idei évben inkább a bőrzékre helyeztük a hangsúlyt, illetve a vándorkiállításokra. A természettár vándorkiállításainak adunk helyet a vásárcsarnokban, ezt is természetesen valamilyen termékhez kötjük. Szeptemberben a gombákkal kapcsolatos kiállításnak adtunk helyet, most pedig decemberben a méz méhészettel kapcsolatos dolgokat jelenítjük meg a piacon. Némileg már fel is konferáltam a mézvásárt, kicsit mesélj nekünk, kérlek, erről a programról. Igen, december 5-től 23-áig tekinthető meg Zümi, a méhecske, és minden, ami a méhészettel, a mézzel kapcsolatos. A Hunyadi út felőli főbejárattól, hogyha bejönnek a vásárlók, akkor egészen az egyes csarnokig, illetve inkább a kis csarnokban, mint főhelyszínen található különböző pontokon a mézzel, méhészettel, méhekkel kapcsolatos kiállítási anyagok. Legyen szó mézes falatokról, minden nap a csoportokat, akik már előre beregisztráltak, mézes 10 óraival várjuk, oktató, edukációs programokkal, méhészek tartanak kis előadásokat, ovisoknak, iskolásoknak, az aktív időskor programban résztvevőknek, filmvetítés van, megtekinthetők, kaptárok, előadásokat lehet meghallgatni. 9-i szombati napra időzítettük a megnyitót, hogyha 10 órakor érkeznek a vásárcsarnokban, akkor a rövid köszöntő beszédek után közelebbről megismerkedhetnek a mézekkel, mézkóstolókon vehetnek részt, minden, ami mézzel kapcsolatos, tehát a mézes kalács árusítás, mézes kalács ütés, mézes kalács díszítés. Ezt mi magunk is kipróbálhatjuk? Az ütést, nem a díszítést, igen, tehát lehet mézes kalácsot díszíteni.
Aztán ami a mézes ételekkel kapcsolatos eszközök, például egy mézcsorgató, mézpumpa, ilyeneknek a vására is lesz. Közelről meg lehet nézni a méhkaptárokat, lesz egy előadás a Pillantás a kaptárban, négy ezt méhészetnek a jóvoltából. Közreműködő partnereink továbbá az OMME, Országos Magyar Méhészeti Egyesületnek a vezető, szombathelyi szervezetének a vezetője tartja az ovis foglalkozásainkat, illetve a különböző mészkóstolókat 3 héten keresztül. A Sárvári Méhész Egyesület is képviseli magát, az Apiarius Mézlovagrend Sárváról, ők is a különböző bemutató eszközeikkel ott lesznek, illetve egy mézlovagrendi felvonulást tartanak, melynek a felvonuló zenét például a szombathelyi Pelczer Géza fogja biztosítani. Ő, miután a mézlovagrend tagjai felvonultak a vásárcsarnokban, a csarnoknak a középtáján, a két csarnokot összekötő területen a Piac című CD-nek a bemutatóját is tartja, mint egy órán keresztül délig tartó kis bemutatóba. Aztán a különböző mézárusainkra szeretnénk ugye leginkább felhívni a figyelmet, hisz ezeknek a rendezvényeknek mindig az a célja, hogy egy-egy terméket a középpontba helyezve buzdítsa a vásárlókat a vásárlásra. Tehát mindenképpen szeretnénk forgalomnövekedést elérni, és szeretnénk, hogyha az emberekbe tudatosodna, hogy mennyire fontos a helyi termékeknek a vásárlása, hogy helyi méhésztől vásároljanak helyi mézet, és ne a kínai. Hogy látjátok, bocsánat, hogy szabadba vágok, a piacra látogatók fogékonyak ezekre a különböző eseményekre, programokra? Látjátok tőle, hogy a piacnak növekszik a létszáma, egyre többen járnak ki ezeknek a programoknak köszönhetően? Vásárlószámlálásokat szoktunk végezni, és azt vesszük észre, igen, hogy alátámasztja, mert mindig nagyobb számmal vannak vásárlók ezeken az élménynapokon. Mi élménynapoknak hívjuk ezeket a programokat. Viszont a célunk az nem csak az, hogy ezeken a napokon legyen több vásárló, hanem visszatérő vásárlókká váljanak. Tehát ezeken a napokon információkkal gazdagodnak, megismerhetik közelebbről a terméket, megkóstolhatják, de utána szeretnénk, hogyha vissza is jönnének, és a következő héten is itt vásárolnák ezeket a termékeket, tehát ez lenne igazából az eredeti célunk, nem az, hogy csak azon a napon generáljunk egy nagyobb forgalmat. Ezáltal az árusok, és tulajdonképpen éppen a piacra érkezők is egy sokkal közelebb személyes kapcsolatot is kialakíthatnak egymással. Akár illetve így, a termékkel. Így van, közösségek is létrejöhetnek, igen, ebből kifolyólag. Szóval úgy vettük észre, hogy nem elég csak megjelenni a piacon a termékkel, tehát mindenképpen hozzá kell kötni valami pluszt. Ez legyen akár, amit említettél, a személyes kapcsolat azzal az árussal, vagy legyen egy közelebb ismerkedés magával a termékkel. És nap mint nap azért a termelők se tudnak ugye kóstolónapokat tartani, hogy minden napot mindenkit kóstoltatnak. Ezeken a napokon kiemelve egy-egy terméket tudnak jobban megismertetni a vásárlókkal, és akkor ezáltal lehetnek visszatérő vásárlóik. Mire számíthatunk a következő hónapokban? Lehet-e már tudni, hogy milyen kis események lesznek még a piacon? A jövő évi terveket január-február során fogjuk ismertetni. Mindenképpen a vándorkiállítással fenntartjuk a kapcsolatunkat. Én nagyon szeretném, hogyha a virágok kerülhetnének március, április, május folyamán a középpontban. Ez még nem volt a riteken? Az még nem volt. Van a természettárnak, aki ezt a kiállításanyagot is biztosította. Nekik van egy gyönyörű virágos kiállításuk, amely anyagot most éppen restaurálnak, és ezért nem tudtuk még lefixálni az időpontot, de szeretnénk, hogyha nőnapra, ballagási időszakra, anyák napjára ez megjelenhetne a vásárcsarnokunkban. Jövő évre tervezzük tovább a halnak a központi szerepbe emelését. Jelenleg sajnos a kínálat sem olyan erős, de a kereslet határozza meg sokszor a kínálatot, illetve oda-vissza, de sajnos a kereslet se elég nagy, úgyhogy ezt szeretnénk egy kicsit jobban fellendíteni.
Gyerekprogramokat továbbra is, tehát a gyereknap, a karácsonyi és a húsvéti ünnepekhez kötődő programok továbbra is fent maradnak. Úgyhogy körülbelül ennyit tudok előzetesben mondani. Így a karácsony közelettével mit tanácsolsz azoknak, akik kilátogatnának a piacra? Mi az, amit a piacon mindenképpen nézzenek meg, és ne hagyjanak ki? Szinte mindent meg lehet kapni a vásárcsarnokban, ami a karácsonyi előkészületeket illeti. Most például közösségi oldalunkon is minden napra egy felbukkanó ablak mutatja, egy adventi kalendáriumból bukkanik elő, hogy mi az a termék, amit mi szeretnénk, hogyha beszereznének, illetve a piacon vásárolnak meg. Legyen szó egy olyan sodrófáról, amin ünnepi motívumok vannak, vagy a savanyú káposztáról, vagy az adventi koszorú alapról, egy grincsfáról, egy fenyőfáról, karácsonyi dekorációkról, a Mikulás virágról, vagy a karácsonyi vacsorának az alapanyagairól. Igazából a piacon minden megvásárható. Téli öltözetek, és akkor hosszan sorolhatnám még a termékeket. Hát köszönöm szépen a részletes tájékoztatást, azt hiszem, hogy mindannyian kedvet kaptunk, hogy kilátogassunk a piacra. Nagyon örülök. Köszönöm szépen és a lehetőséget. Szeretettel köszöntöm a stúdióba Szárnyas Jánost és Póca Zoltánt. Előző adásunkban már néhány szót ejtettünk a Prima Primissimáról, azonban akkor még nem tudtuk a győzteseket. Már megtartották a Vörös Sándor Színházban a díjátadót, kérem számoljanak be nekem az eseményről. Hát én azt gondolom, nagyon jó jelöltjeink is voltak, de a színházban is kiderült, ugye mindig úgy értékeljük, hogy milyen munkát végeztünk, hogy a közönségnek mennyire tetszik. Fergeteges taps volt, nagyon sok szeretetet kaptak a jelöltjeink, mind a díjazottak, mind a kategóri győztesek, és én azt gondolom, hogy ami nekem nagyon-nagyon fontos, hogy tényleg az idejében is a győztesek a megye különböző részéről kerültek ki. Ugyan volt Szombathelyi, Celdömölki, Csehi-Mincenti például. Hát Horváth Barnabásné az egy csodálatos időske hölgyike, igazi médiasztár volt, körül rajongták, és olyan szeretet áradt belőle és vissza, amit nagyon nehéz elmondani szóba. Illetve hát ugye volt Kőszegi jelöltünk is, és Szombathely is. De szerintem az egész palettát sikerült most lefednünk. Nézzük is meg, milyen kategóriák voltak, amiben nyerni lehetett. Hát ugye az országos 10 kategóriának megfelelő a Vasmegyei 10 kategória is. Az idei évben a három győztest én úgy tudtam összefoglalni, hogy az egyik, aki prima díjazott lett, tehát 1 millió forinttal lett gazdagabb, ő egy orvos lett, aki szülész, nőgyógyász, dr. Kovács Antal, mondhatni, hogy a fél megye szült nála, és az egy óriási dolog. Én azt hiszem, ezt a vállalkozók, akik ugye megszavazzák a díjat, ezt nagyon-nagyon értékelték. A másik oldalról ugye egy építész volt, a Tölgyesiné, akivel szintén nagyon sok vállalkozó találkozott valamilyen módon, és azért az sokat jelent, hogyha a vállalkozók ismernek el valakit, valakinek a munkáját, több évtizedes munkáját. És aztán volt talán egy kicsit ebből kilógó, egy kis településnek az apostola, ha szabad így fogalmazni, Horváth Barnabásné, Marika néni, aki pedig valóban egy olyan életmunkáját mutatta fel, ami egy közösségben óriási nagy dolog, és mindenki szimpátiáját elnyerte. Úgyhogy azt hiszem, hogy a prima díjakat talán így lehetne értékelni, a szavazatokat, hogy valószínűleg ez esett a legnagyobb súllyal alatba a szimpátiánál, hiszen ez szimpátia szavazás, tehát aki kategória győztes lett, ő már mindenféleképpen egy nagyon értékes, nagyon fontos munkát végez. Én magam is a kultúra területéről, akik voltak, hát nagy tisztelet számukra, akár egy Ungareszka vezetőnek, akár a Vápszínházból a Prikazovics Ferinek, tehát hogy nem voltak vesztesek, és nekünk a legnagyobb csoda az egyébként, amikor vége van az ünnepségnek, a gálának, és akkor körbejárunk a díjazottak és a jelöltek között, és az ő örömük, az ő boldogságuk, az a mosoly, amit mondjuk a Pohánka Edit adott, aki beteg gyerekekkel foglalkozik, tehát egy olyan tevékenységet végez, ami fontos ügy mindannyiunk számára, én azt hiszem, hogy fogadjuk el
azt, hogy vannak ilyen gyerekek, vannak ilyen szülők, és próbáljuk támogatni őket. De ugyanígy mondhatom a kiemelkedő társadalmi szerepvállaláskor a plébános urat, aki nagyon szimpatikus volt, és azt hiszem, hogy tulajdonképpen egy papot nem nagyon lehet más kategóriába sorolni, vagy ott van az a fiatalember, aki tulajdonképpen egy függőségi viszonyból tudott kiemelkedni és másoknak példát mutatni. De ott vannak a fiatalok, akik mind olyan példaképek, ahol most a Hóbor Zalán nyert, mint triatlonista, és reméljük, hogy majd egyszer olimpikonként üdvözölhetjük. De hát ott volt a másik, aki a média világából és az önkéntesség világából jött, a Simon Ádám. Szóval amikor az ember így mondja a neveket, nagyon-nagyon jó élmények öntik el, és nekünk ez a fizetségünk. Tehát tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy mi ilyenkor kasszírozzuk be a fizetséget, amikor látjuk, hogy a jelöltek milyen boldogok, örülnek, és hát nagyon fontos, hogy a nyilvánosság révén nagyon sokan megismerhetik őket. És akkor nem beszélek a vállalkozókról, aztán a János, hiszen ott is azért fantasztikus embereket ismerhettünk meg. Térjünk is akkor ki rájuk. Először is szeretném megköszönni minden jelölőnek, hogy mind Prímába, mind vállalkozónak ilyen jelölteket jelöltek. Az idejében is nagyon nagyszerű vállalkozók lettek jelölve. Gondolok én Komáromi Angélára, vagy Baranyai Andrásra, illetve Mercs Péterre, de sorolhatnám még tovább is, akik általában saját a 90-es évek elején nulláról elindulva családi vállalkozásba indították el vállalkozásukat, és legtöbbjüknek már ez a második generációja, igaz, ők most már rendnek kifelé, de a második generáció már ott van mögöttük, vagy például az Akmé tulajdonosa, Virág József, tehát ezek mind olyan Kőszombathely és Vasmegyében olyan névos vállalkozások, akik azt gondolom hosszú távon fenn fognak maradni. Amikor a kisfilmeket megnézzük, akkor jövünk rá, hogy a szomszédaimban élnek, lehet, hogy egyikünk másikunk ismerte is a vállalkozásnak a tulajdonosság, olyan emberek, akik nem csak a munkából veszik ki a részüket, hanem a támogatásból is. Ezek a vállalkozók általában elértek arra a szintre, amikor már tudják és akarják is támogatni a közösséget. A körülöttük lévő kicsi, esetleg nagyobb közösséget. Baragy Andrásra például tudom mondani, hogy Csepreget, Haladást, a Falkot támogatja, de ugyanígy mondhatjuk, hogy az Akmé tulajdonosára, akinek már egy országos hálózata van. Tehát kiveszik a részüket abból, amiket mi igazából hitvallásunk tartunk, hogy ha egyszer elértünk egy bizonyos szintet, abból vissza kell adni a közösségnek. És ezért is nagyon-nagyon szép dolog, hogy itt vannak közöttünk. Mindemellett ez a díj akár a vállalkozói részről, akár az egyéni részről lehetőséget biztosít arra, hogy olyan embereket is megismerjünk, akik annyira nem elismertek, híresek, ha jól tudom. Ez így van, ez egy nagyon fontos szempont, és ez a Vasmegyei Vosznak kifejezetten nagyon fontos célkitűzése, hogy minél többekhez jusson el a hír, hogy lám, itt van a szomszédunkban egy olyan vállalkozó, akinek lehet, hogy a vállalkozását ismerjük, de a történetét nem. Nem ismerjük meg az utcán, vagy éppen egy Prima jelöltet, akit nap mint nap lehet, hogy találkozunk vele, de nem tudjuk, hogy az ő tevékenysége igazán micsoda, vagy honnan indult el, milyen életutat jár be, vagy épp egy vállalkozónál azt, hogy milyen innovatív dologgal foglalkozik, milyen olyan új dolgot hozott felszínre, amit eddig nem láthattunk, és ez emögött az embert ismerhetjük meg, és ez a nagyon fontos, hogy itt embereket, sorsokat, tevékenységeket ismerhetünk meg, és valljuk be, példaképeket próbálunk állítani, hiszen ez nagyon fontos, hogy sok esetben lehajtott fejjel megyünk az utcán, és ellent minket valamiféle búskomorság, valahogy erre hajlamosak vagyunk, főleg itt télen. És ilyenkor azt hiszem, egy kicsit felemelhetjük a fejünket, és büszkék lehetünk, hogy igen, közöttünk vannak, velünk vannak a mi barátaink, ismerőseink, ügyfeleink, vagy akár a vállalkozás, amiben részt veszünk. Igenis, nagyon fontos értékteremtő, értékmegőrző, és valószínűleg a közösségnek a megtartó erejét jelentik nap mint nap. Úgyhogy... Ezek nagyon fontos célok. Kicsit visszatérve akár a közönség szavazásra, hogy vették észre a közönség, a nézők, akik ott voltak, elégedettek voltak a végeredménnyel? Én azt gondolom nagyon is. Ugye mindig azt mondtuk, hogy aki már Prima, az hiába kapott esetleg több szavazatot, de közönségdíjas nem lehet, tehát két győzelem nem lehet. Most jelen pillanatban se az legtöbb szavazatot kapott jelölt kapta meg a közönségdíjat, mert több Prima lett. Sőt, nem is a második legtöbb szavazatot.
Úgyhogy azt gondolom, hogy ugyanúgy, mint a többi jelölésnél is, az elmúlt évekhez hasonlóan, azok a jelöltek kaptak több közösségszavazatot, akik igazából a Prima választó közgyűléssel is több szavazatot kaptak. Tehát az első négybe mindenkiben volt igazából. Hát legyen inkább öt, mert ugye az ötödik, negyedik, ötödik hely az közös, ugyanannyi szavazatot kapott a Prima választó közgyűlésen. Ezért jól lehet látni, hogy ez egy olyan díj, ami igazából ott, amikor megnézzük a kisfilmeket, akkor ami kijön az emberből, az érzés úgy megüti azt, vagy beixeli ezt a kis jelet, és akkor hasonlóképpen döntenek a közönség is, tehát amikor szavazatok megtörténnek, vagy beüti ott ugye a rubrikába. Milyen további célkitűzéseket tűztek ki maguk elé a jövőre nézve? Mindenféleképpen már mostantól várjuk a jó jelölteket, tehát javasolhat bármilyen magánszemély is, tehát nagyon fontos, hogy a Vas megyei VOSZ szervezetét, ha valaki beüti a Google-be, be fog jönni, oda örömmel várunk jelölteket, hiszen nap mint nap találkozhatnak bárki az utcán, egy vállalkozásban, egy társadalmi szerepvállalásban olyan emberrel, akit érdemes példának állítani, és az nagyon fontos, hogy minden évben jó jelölteket találjunk. Tulajdonképpen a díjat ezt hitelesíti, hogy azok a személyek, akik ott vannak, azok nem érdemtelenül kerültek oda, valóban olyan életút, olyan tevékenység áll mögöttük, ami megérdemli ezzel való felterjesztést. Úgyhogy ez a legfontosabb feladatunk, hogy a jövő évre vonatkozóan ezt időben elkezdjük, próbáljuk kiszélesíteni minél jobban, tehát a megye minden részéről legyenek jelöltek, és aztán legyen kellemes gondunk májusban, amikor majd dönteni kell, hogy kik lesznek a kategória győztesek, vagy kik fognak tovább jutni a következő fordulóba, hiszen ez nagyon fontos, hogy van egy előszűrő tulajdonképpen az elnökség részéről, hogy kik lehetnek majd a kategória győztesek, akikből aztán később Prímák válhatnak. Hát szeretettel gratulálok még egyszer a díjazottaknak, és további szép sikereket, értékteremtést kívánok a jövőre nézve. Nagy szépen. Köszönjük szépen. Ennyi fért mai műsorunkba, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Jövő héten találkozunk itt a Műhelybe. Viszontlátásra! A műsorvezetőt az Unico és a Mirror női divatáruból öltöztette.